Jó napot kívánok, szeretettel és tisztelettel. Köszöntöm Önöket a mai közös sajtótájékoztatónkon, amelyen részt vesz Lengyel Zoltán, a Magyar Demokrata Fórum frakciójának a tagja, egyébként kisgazda színekben ül a parlamentben, és az őt támogató párt elnöke Molnár László. Elsőként én szólnék néhány szót a mostani helyzetről, és a Magyar Demokrata Fórum egy fontos javaslatáról. Elég sokat beszéltünk az elmúlt napokban magáról a válságról, IMF-terről, a kialakult helyzetről, kinek, minek mi az oka, ki mennyire felelős a kialakult helyzetért. De hát ez a válság el fog múlni. A Magyar Demokrata Fórum a válságot átmenetinek tekinti, és készül az átmenet a válság utáni időkre. Ezért azt a nemzetközi gyakorlatot kívánjuk itthon meghonosítani, amely számos válságban lévő országban segített, a lényege pedig a következő. Felkérjük a munkaadókat, a munkavállalókat és a szakszervezeteket, hogy egyeztessenek a létszámlaépítések ügyében, és amennyiben lehetőség, mód és megegyezés nyílik, akkor tekintsenek el a tömeges létszámlaépítéstől, és inkább a munkaidő csökkentésével, vagy a bérek visszafogásával próbáljanak meg minél nagyobb alkalmazotti létszámot megtartani. Ennek a későbbiekben nem csak gazdasági hatásai lesznek, hiszen az elbocsátott embereket később pótolni kell, az elbocsátott embereknek tudásuk, gyakorlatuk, szakmai felkészültségük van, tehát aki ezt választja, az később versenyhátrányba kerül. A gazdasági haszon kívül ez a lépés, és ezt nemzetközi példák, például Japán példája igazolja, a szolidaritást és a társadalmi tőkét is erősíti. Erről keveset szoktunk szótejteni, hogy Magyarország gazdasági helyzetének, negatív gazdasági helyzetének egyik nagyon fontos eleme a társadalmi szolidaritás és a társadalmi tőke rendkívül alacsony színvonala. Az elmúlt 18 esztendő az akkor még meglévő társadalmi tőke jelentős részét felélte, semmisé tette. Egy ilyen helyzetben érdemes erre építeni, érdemes a társadalmi szolidaritást, a társadalmi tőkét erősíteni. A Magyar Demokrata Fórum ezzel a javaslattal fog élni hétfőn az országgyűlésben, hiszen azt gondoljuk, hogy pozitív válaszokat és megoldásokat is kell erre a helyzetre adni egy politikai pártnak, nem csak a kritikát kell erősíteni. És akkor következzen Lengyel Zoltán, aki hasonló szellemben a magyar mezőgazdaságról és a mezőgazdaság szereplőinek helyzetéről, illetve helyzetük javításáról fog szót ejteni. Parancsoljon! Köszöntöm a sajtó jelenlevő képviselőit. Helyben a helyét címet adtuk a mai tájékoztatónknak, és folytatva Perényi Károly frakcióvezető úr gondolatmenetét, a mezőgazdaságot és a vidéket érintő kérdésekről beszélnénk, illetve a közös javaslatunkat ismertetném, aminek az a lényege, hogy a magyar vidék tradicionális ízeinek és a jellegzetességeinek a megőrzését szeretnénk megtartani, és ennek érdekében teszünk javaslatot, majdan később a parlamentben teszünk törvénymódosító javaslatokat is. Hiszen ma hazánknak az elsőrendű érdeke az, hogy a magyarok kiváló minőségű élelmiszerét fogyaszthassák elsősorban a magyar vásárlók és a magyar fogyasztók, illetve, mint ahogy korábban is ismét, jó minőségű export terméket tudjunk produkálni, mint az uniós belpiacokra, mint pedig távolabbi országokba. Az uniós csatlakozást követően egy nagyon erős túlszabályozás lépett életbe. Ez a túlszabályozás ez megnehezítette a helyi vágóhidak, helyi tejfeldolgozók, tejbegyűjtők, tejtermelők munkáját, illetve nagyon sok esetben ezt már lehetetlenné is tette. Ez a szektor, ez kulcsfontosságú a magyar agrárium számára, kulcsfontosságú a magyar vidék számára. Van előttünk európai példa, ahol meg tudták őrizni a tradicionális termelést, és ha máshol meg tudták őrizni, tudom és hiszem, hogy ezt Magyarországon mi is meg tudjuk tenni. Ez egyrészt munkahelyeket, másrészt jövedelmet biztosít a magyar vidék számára, végül, de nem utolsó sorba, ami az Európai Uniónak is célja, ami miatt az Európai Unió büdzséjébe is nagyon magas összeget különít el a vidékfejlesztésre, hogy a vidéki emberek ne kényszerüljenek a lakóhelyüknek az elhagyására. Nos, úgy gondoljuk, hogy a politikai szemléletváltást
kell vidéken végrehajtani, a vidéki lokalitást előtérbe kell helyezni, a vidéki piacoknak ismét teret kell nyitni, a vidéki emberek helyben állítsanak elő helyben fogyasztható élelmiszereket, ami többek között még egészségvédelmi szempontból is rettentően fontos, hiszen ezek a gyors lejáratú, helyben előállított termékek természetszerűen tartósítós szert sem fognak annyit tartalmazni, illetve nem szükséges, hogy tartalmazzanak, mint amit nagyüzemi technológiával hosszú távra állítanak elő az üzemekben. Nos, a Magyar Demokrata Fórum és a Független Kisgazda Nemzeti Egységpárt ezért ajánlja mindenki figyelmébe az Európai Unió főbiztos asszonyának, Marian Fischer-Bölnek a gondolatait, aki azt mondta, hogy a globalizáció világában helyi termékek vásárlásával támogathatjuk az angol és az európai mezőgazdaságot, ezáltal fellendül a vidék gazdasága és megmarad az az értékes és egyedi vidéki struktúra, amivel az EU országok rendelkeznek. Nos, hogyha ez Angliára igaz, akkor igaz kell, hogy legyen Magyarországra. Ennek a megvalósításával szeretnénk a továbbiakban együtt dolgozni a Magyar Demokrata Fórum és a Független Kisgazda Nemzeti Egységpárt politikájaként, illetve együttműködéseként. Köszönöm, hogy meghallgattam. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagyjából én is ugyanerről akarok néhány gondolatot mondani Önöknek.